Sziasztok, itt újra ezután tart. Most már újra egy viccek ezután való bemutató lesz. Ezúttal azt találtam ki, hogy ilyen könnyű nehezes vicc. Ez úgy fog hangzani, hogy könnyűre olyasmit kéne mondani, ami rettenetesen néz meg csinálni. És nézze olyat, ami totálisan lehetetlen. Tehát kezdem egy érdekes bemutatóval. Úgyhogy, hogy mire gondolok. Képzeld, a múltkor felemeltem egy nagy barna macit egy ujjal. Emelni még könnyű volt. Egy ujjas medvét találni volt nehéz. Valami ilyesmi. Jó van, de akkor most jöhet a többi 19 példa, hogy vajon mire gondolok. Egész fontosan. Képzeljétek, a múltkor sikerült 10 vízét megennem 20 perc alatt. Megenni őket egyszerű volt. Csak is vését megenni volt nehéz. Képzeld, egy szörnyű napon annyira fájt a hasam, hogy egy kilónyi kakét kellett kitoljam magamból. Hát elég egyszerű volt azt megoldani. Tojást tojni volt nehéz. Képzeljétek, tegnap ünnepeltem meg a 100. születésnapomat. Megélni az egyszerű volt, 100 éves kutyát találni volt nehéz. Képzeljétek, sikerült az Állatvédő Egyesületet rávennem arra, hogy tigrist tartsak a szobában. Rávenni őket egyszerű volt. Zsiráfot betuszkolni a családi házban volt nehéz. Ez egy zsiráf! Képzeljétek, voltam az állatkertben, és találtam 10 elefántot, akit kamerával lekaptam. Lekapni őket egy képben egyszerű volt, mamutot találni volt nehéz. Képzeljétek, sikerült 200 kilométert lefutnom egy óra alatt. Lefutni egyszerű volt, egy kerekes kocsit találni volt nehéz. Képzeljétek, a fájdalomcsillapítom 5 perc alatt elmulasztotta a fejfájásomat. Megvenni azt a fájdalomcsillapítót egyszerű volt. Halál elleni orvosságot találni volt nehéz. Képzeljétek, legutóbb sikerült egy drága akváriumot vennem. Ebből, amiben aztán 100 halat sikerült betuszkolni. 100 kis halat. Megtalálni őket egyszerű volt, bánát beletuszkolni abba az akváriumba volt nehéz. Bánat. Képzeljétek, hogy sikerült asztronautává válnom, és fel tudtam jutni az űrbe. Feljutni az űrbe egyszerű volt, ufókkal találkozni volt nehéz. Képzeljétek, sikerült vennem egyszer így beszélő papagájt. Rávenni őt a beszédre sikerült. Kutyát rávenni a beszélgetésre volt nehéz. Képzeljétek, sikerült összefutnom Paris Hiltonnal, aki aztán autogramot adott nekem. Rávenni az autogramra egyszerű volt. Első Szulejmán szultánnal összefutni volt nehéz. A
következő egy érdekes lesz. Képzeljétek, egy napon az egész napot arra használtam ki, hogy bámulom a kék eget. Bámolni a kék eget egyszerű volt. A zöldeget meglátni volt nehéz. De még egy ilyet tudok. Képzeljétek, sikerült úgy termesztenem a füvet, hogy embernagyságúvá váljon. Termeszteni egyszerű volt, kék füvet termeszteni volt nehéz. Értitek? Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű. Képzeljétek, voltam egyszer az állókerben, és kétezben 10 oroszlánt láttam. Lefotoztam őket egyszerű volt. Ketrecbe zárt ember találni volt nehéz. Képzeljétek, egész nap az esőben kellett lógnom. Esőben még egyszerű volt. Az összes esőcseppet megszámolni volt nehéz. Képzeljétek, voltam olyan erős, hogy átúztam az egész Balatont. Átúzni a Balatont egyszerű volt. Kézzel átrepülni a Balatonon volt nehéz. Képzeljétek, első sikerült a Pokémon Yellow-ban elkapnom Mewtwo-t. Elkapni még egyszerű volt, Pokémon tartani egy házban volt nehéz. Aki a valóságot idéz alatt, az eltalálta. Képzeljétek, már százas rekordot csináltam abban, hogy legyomtam valakit egy Skanderban. Elérni az egyszerű volt, Herkules lenyomni volt nehéz. És végül az utolsó. Képzeljétek, voltam annyira okos angolból, hogy felvettek Oxfordi Egyetemre. Rávenni az oxfordiakat egyszerű volt. A Roxfordi varázsló képző szakiskolába bejutni volt nehéz. Jó van, akkor Kokkobba fejezzük be. Kokkob, ki az? Péter. Milyen Péter? Szent Péter vár. Jó. Jót. Iratkozzatok fel a csatornán, simatok egy lájkot, kérlek. És legközelebb nem tudom, mikor lesz így szimondás. Úgyhogy ennyi volt, szevasztok.